Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 14-éig. Itt ezen a képen látható a nyilvánosság. Te ott megjelensz, és valaki bókolgat neked. Mivel itt az érmékről is szó van, ezek lehetnek anyagiak is, értékek, belső értékek is, tehát ez a férfi kimutatja azt, hogy értékes vagy számára. Amikor anyagiakról van szó, akkor természetesen gondolunk a munkára, a hivatásra is. Ez lehet egy ilyen munkahelyi találkozás, és itt megvan akkor a lehetőség arra, hogy itt legyen egy karrier. A következő képen látható egy találkozás, és itt az a gond csupán, hogy valaki figyel titeket, valaki beleavatkozik a dolgokba. De ügyelj arra, hogy kilépj ebből a labirintusból. Tehát nem kell, hogy félelmeid legyenek, hanem áttenni magadat ezeken az érzelmeken. Hiszen ez a kép azt jelenti, hogy itt kiderül a valóság, itt tisztázódik valami, és bízz ebben a férfiben, hiszen újra jön hozzád, a kezében van ez a kehely, ami utal az érzelmeire, és ezt ő ki fogja mutatni. Itt látható, hogy nálad vannak lehetőségek. Ezek lehetnek munkahelyi viszonyok, vagy a párkapcsolatot illetően, de te még fogva tartsz itt valamit. Nem mersz újat kezdeni. Inkább úgy érzed, az nyújtja számodra a biztonság érzetét, ahol te kiismered magadat. És ez a múltra vonatkozik. Amikor ilyen visszahúzódó vagy, és nem élsz a lehetőségekkel, akkor itt látható, hogy ezt a férfit elszomorítja. De ő harcolni fog, érted? Hiszen itt lesz találkozás, mindkét kártya erre utal, sőt, itt mély érzelmekről van szó. De ugyanúgy, ahogy itt említettem ennél a kártyánál, itt is látható, hogy valaki kinyitja az ajtót, és figyel benneteket. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, tehát ez a személy a háttérben lehet egy férfi, de lehet egy nő is. És pontosan ez, ami őt betegít. Nem érzi jól magát így ebben a helyzetben, de te adsz számára erőt, és te vagy ez a gyógyító hatás. Itt az érmék szintén megjelennek, tehát nem csak emiatt a helyzet miatt ilyen szomorú, hanem gondjai vannak a munkahelyét illetően. De bízz magadban, hiszen te vagy itt ez a forrás. Nálad van az intuíció, az inspiráció, ez a kreatív tevékenység, jó ötletek. Azon kívül nálad megvan ez a gyógyító hatás, ami neked is jót tesz, és segíthetsz neki is. Itt lesznek változások, hiszen ez a fordulat, amire utal ez a lovas hintó, ez nem csak a változásokat jelentheti, hanem külföldi kapcsolatokat, utazásokat, sőt, még egy költözködés is lehetséges. Ha te egy hölgy vagy, akkor légy visszahúzódó, és a hold nem csak ezt jelenti, hanem utal az álmaidra, a vágyaidra, a reményeidre. Maradj itt, ebben a helyzetben. Ne mozdíts most semmit, hanem várj arra, hogy magától alakuljanak a dolgok. Itt a botok jelentik már ezt a mozgást. Azon kívül a kártyán látható az is, hogy a háttérben megjelenik a lelki társad,
és közeledik hozzád. Minden jön magától. Ami őt érinti, ez nem csak ez a változás, vagy ez a közeledés, a találkozás veled, hanem számára fontos az anyagiakat és a munkáját rendezni. Ő ezen a hídon látható. Ez egy átmeneti időszak, hiszen az egyik oldalt elhagyta, a másikat még nem érte el, tehát itt lesznek munkahelyi változások, de jelen pillanatban még nem tudja, hogyan tovább. Ami viszont téged érint, te nyitott vagy egy párkapcsolatra, egy találkozásra, te érzed azt, hogy a háttérben itt vannak ezek a korlátozások. Ezek lehetnek érzelmek is, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Amit viszont nem látsz, hogy ez a férfi figyel téged itt az ablakból. Az azt jelenti, hogy érteklődik utánad, odafigyel rád. Itt, ezen a képen látható, hogy ott állsz az ablakban, gondolsz valakire, megvannak a vágyak, nem csak nálad, hiszen ez a férfi is gondol rád, álmodozik rólad. És itt van egy lehetőség, hogy lesz egy találkozás, sőt, ahogy ez a kép mutatja, ott van a háttérben ez a ház, itt ki lehet valamit építeni, egy stabil, tartós párkapcsolatot. Sőt, ez a kép még azt is jelentheti, hogy összeköltöztök, vagy lesz itt egy szerződés, és ez az otthonotokra utal. Ő kezébe veszi a dolgokat, irányítja itt az eseményeket, és megvan nála ez a magabiztos fellépés. Ez az úr lehet egy ügyvéd vagy egy bíró is, ha ilyen helyzet van a környezetében, és ez a férfi segít nektek, hogy itt kialakuljon valami, rendeződjön valami, előre menjenek a dolgok, ha ilyen helyzetben vagytok. Itt nálunk most nagyon nagy vihar van, ez hallható itt a háttérben valószínűleg, de azért remélem, hogy megértettétek azt, amit közöltem itt ennél a jóslásnál, és én kívánok egy szép napot, egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!